A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Balázs János, Liszt-díjas, junior primadíjas zongoraművész a vendégük, aki már hát jó néhány helyen játszott a világban, Tokiótól New Yorkig és Moszkvától Párizsig. Szóval nagyon nehéz olyan helyet találni, olyan jó neves helyet, ahol még nem. Tanít is, és hát szervezett egy fesztivált, a Cifra Fesztivált, amit majd most februárban másodszor rendeznek meg, és volt módom tapasztalni, hogy nagyon jól beszél a zenéről, meg ugye a világ mindenféle dolgairól, természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák mutatják a számot, 44513 49, vagy tv.fixhd, és ha mondanak Balázs Jánossal kapcsolatban egy emléket, vagy egy darabot, amit játszott, vagy egy lemezét, vagy bármit, akkor most a Víg Színházban, illetve a Pesti Színházban vannak jegyeink. A Léggömb elrepül című produkció a házi színpadon, ez Festban Béla kiváló kosztolányi estje, a Revizor, ezt tudják, és a Padlás, bocsánat, és akkor a Pesti Színházban az új produkció a Don Juan, a Kellékes Kern Andrással és a Toldi. És Balázs János. Köszöntelek. Aki valahol itt különböző évszámok vannak, de a legkorábbi az, hogy azt mondod, hogy már 4 éves korodtól te, mit tudom én, 5-6 órát gyakoroltál naponta. Nem gyakoroltam, hanem zongoráztam. Ez teljesen más volt, hiszen nem tudtam, hogy mit kell gyakorolni, hiszen nem tudtam zongorázni, de a saját magam kis fantáziáimat kitaláltam. Mert zongora volt ott, mert az édesapád, ugye? Igen, ő bár zongorista, és ő nem is klasszikus zenét játszott otthon. Maga az indítatás, és itt kapcsolódik be az általad említett név, Cifra György, ő hozzá kapcsolódik, hiszen az ő klasszikus zenei felvételei szóltak otthon, lemezen. Vele találkoztam klasszikus zenei szempontból a mesterséggel, és ő instruált engem valamilyen furcsa módon arra, hogy oda menjek a hangszerhez és keresgéljem a hangokat. De ugye a családban nagypapa meg ugye nagy csellós volt, igen, ugye? És ő játszott együtt még Cifra Györggyel a Bárokban. Tényleg? Igen. Tehát ezért volt otthon sok cifra lemez, ezért volt mondjuk hétköznapi szó tárgya, cifra neve a családban. És akkor te megpróbáltad azt lepöntjögni, amit a cifra lemezről hallottál? Igen, abszolút. Ugye a lábam még nem ért le a pedálhoz, a kezem nagyon picike volt, de a dallamokat kikeresgéltem. Mik lehettek ezek, nem emlékszem vissza, valószínűleg Liszt volt, mert ugye Cifrától elég sok Liszt lemezünk volt, de keresgéltem, és szépen lassan elindultam itt a harmóniák kikeresgélésén és a fantáziálásokon túl, akár már kisebb darabokig. Te és akkor a papád azt próbált segíteni, vagy megijedt, hogy elbarmolod a zongorát, vagy mi történt? Nyilván kaptam instrukciót, de az biztos, hogy én saját magam alakítottam ki ilyen kis fantáziákat. Tehát ez volt az én játékom, ezért nem is játszottam mondjuk Legóval, vagy bármilyen más játékkal. Tényleg semmi nem volt? Kis autó? Picik voltak, de engem azért motivált a zongora, mert az volt az én játékom, tehát hogy milyen hangokat, milyen hangszíneket tudok elővarázsolni bennem. Igazából ez egy eszköz volt arra, hogy én a fantáziámat próbáljam megmutatni saját magamnak. És hát egy nagyon jó játék, egy elég nagy játék, ugye, maga méretét tekintve, és hát elég nagy spektruma is van olyan szempontból, hogy sok mindent ki lehet rajta fejezni. Nekem az a sztori nagyon tetszik, hogy többször a zongora alatt aludtál, hogy már azzal se teljen idő, hogy ki kell jönni a szobából reggel, és kudur, és ezért. Igen, ez egy fanatizmus volt abban az időben, ami azt hiszem mai napig is megmaradt, mert egy olyan erős kötelék alakult ki köztem is a zongora között, amit csak bizonyos furcsa dolgokkal lehet elérni, és az ilyen furcsa dolog az, hogy nem akartam otthagyni a zongorát, és keveseltem azt az 5-6-7-8 óra hosszát, és amit képes voltam eltölteni a hangszerrel. Teljes ilyen haverok, meg semmi, meg foci, meg izé. Mondjuk a focit azt szerettem, de nem az
volt a motiváló tényező az életemben? Tehát nyilvánvalóan fizikailag is elfárad az ember, ha csak ülsz 6-7 óra hosszát a zongora, mert kicsit kellett más csinálni, de valahogy mindig is a zongora érdekelt a legjobban. Hát aztán jött a tinédzserkor, akkor aztán jöttek más dolgok is az életemben, mint a hölgyek, vagy mondjuk egyéb dolgok, amikor az ember felnőtté válik, de egyértelmű, hogy a zongora befolyásolt. Hölgy följön váratlanul, és ott üsz a zongoránál, akkor azért ott hagytad a zongorát, vagy azt mondtad, most még azért kéne egy kicsit. Vagy állítatosan leült és hallgatott. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért ez a hölgyek szívében mindig kellő imponáló tényezőt jelent. Tehát zongora játékkal lehet csajozni. Hát mondjuk így, igen. Ajánlom minden kedves fiatal figyelmébe, aki nem tanult még zongorázni, hogy akár erre is jó. Azért a gitár szerintem jobban bevált erre a célra, nem? És könnyebben előidézhető, megvásárolható, de a zongorában azért van egy romantika, és van egy hierarchia is benne, azért nyilvánvalóan a zongorát mindenki elsőbleges hangszernek gondolja, mint mondjuk a gitár. És ez igaz, hogy 5 évesen kijelentetted, hogy te akkor zongorista? Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mindig kérdezik meg szóba kerül, hogy mi leszel, ha nagy leszel, tűzoltó, nem tudom, miket szoktak ilyenkor mondani. Én mondtam, hogy én zongoraművész szeretnék lenni, de hát azt sem tudtam, hogy mi az a zongoraművész, hogy mit csinál egy zongoraművész. Viszont láttam, meg hallottam is ezt a szót, vagy esetleg láttam valahol, nyilván akkor már idősebb lehettem, 7-8 évesen kivettem, hogy zongoraművész, Cifra György zongoraművész, Vásári Tamás zongoraművész, és a többi. Akkor én is szeretem, hogy egyszer azt írják majd ki, hogy Balázs János zongoraművész. Ült itt ugye a kiváló szubrett Oszfalt Marika, akinek a szülei szintén színpadon, 3 évesen megkérdezi, mi akarsz neki? Csárdás királynő. Szóval szóval, hogy, és aztán tudom, hogy talán 7-es lehet, vagy 7 éves, amikor általános isiben volt valami ünnepség, és az volt lényegében az első fellépés. Igen, az egy fontos momentum volt az életemben, hogy akkor már tudták az iskolában, az általános iskolában, hogy én zongorázgatok, és volt egy Mikulás ünnepség, egy osztályünnepség, ahol mondták, hogy hát mindenki készüljön, ki verset mondjon, ki bármit csináljon, készítsen valamit saját kezűleg. Hát én mondtam, hogy hát én ugye zongorázni szoktam, máshoz nem nagyon értek, hát akkor játsszál valamit, és akkor hát, hogy mit szeretnék játszani, és akkor nekem nagyon tetszett a Mozartnak a hullapelyhes fehér hóra írt 12 variációja, és akkor azt úgy kicsit megtanulgattam. Hát persze nem úgy, ahogy le volt írva, egy kicsit improvizálva, meg egy kicsit fantáziálgatva, de ott volt életem első koncertje, arra is emlékszem, hogy nem zongorán játszottam, hanem egy szintetizátoron, mert az iskolának azon a kihelyezett ünnepségén nem volt rendes akusztikus zongora, de maradandó élmény volt. Egyébként egy ilyen szintetizátoros dolog az van tőled, az 9 éves? Igen, ott már egy kicsit idősebb vagyok. Mindjárt meg is mutatják a Vén Balázs Jánost a kollégák 9 évesen, itt lehet, hogy összekutyulom, ez melyik? Ez a Liszt démol etüd. Ja, Liszt démol etüd. Itt megnézzük 9 évesen Balázs János, hogy szintizik, és akkor utána adunk Skype-ot, jó? Na, akkor lessük. Beszélni akarok erről, de megígértem a Skype-ot. Akkor Balázs János, Bóta Gábor, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gulyás Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Jó estét! Jó estét! Szeretném elmondani, hogy én nagyon sokszor hallottam Balázs János zongorázni, de próbáltam visszaidézni, hogy mikor hallottam én, vagy mikor láttam őt élőben személyesen, és arra emlékszem, hogy a Fészek Klubban volt egy olyan koncertsorozat, ahol a híres növendékeket, a Zeneakadémia híres növendékeit idézték
meg, és többek között akkor ott volt még nagyon fiatalon Balázs János is, és ami nekem nem emlékem, de eljövendő élményem lesz, az pedig november 2-án lesz itt nálunk Angyalföldön egy koncertje, ahol szintén Cifra Györgyről fognak emlékezni, és talán az lesz az érdekessége a koncertnek, hogy föl fognak olvasni a Cifra György önéletrajzi írásaiból, úgyhogy ez biztos egy nagyon izgalmas koncert lesz, és egyébként nem csodálom, hogy Bóta úr is megkedvelte Balázs Jánost, és én is hallottam azt a klubrádió adását, amiben nagyon érdekesen beszélgettek, úgyhogy sok sikert kívánok Balázs Jánosnak, és nagyon hosszú életet, és nagyon sok élményt még. Köszönöm szépen, kedves. Viszontlátásra! Én is köszönöm. Viszontlátásra természetesen jár a két jegy a Vix Színházba vagy a Pestibe. Várjuk az újabb Skype-olót vagy telefonálót. És figyelj, tehát én ugye azt mondtam, hogy neked itt a bejátszás alatt, hogy hú, nagyon komolyan veszed, hogy látszik az arcodon, hogy izé. Meg ugye egy kicsit fölfújod a szádat, ezt most is csinálod? Játék közben? Hú, tehát, hát hogy... kiderüljön, hogy lesz majd felvétel most arról, és nem tudom, ilyenkor azért egy művész valamilyen szinten transz állapotba esik, és lehet, hogy sokszor olyan mimikát csinál, ami nem feltétlenül felel meg az általános elvárásoknak, ugyanakkor elengedhetetlen részét képezi, hogy ugye bennünk zajlik valami. Az a valami, az éppen lehet egy rossz dolog is, ha a zene azt követeli. Ebben a lisztetűdben ez egy vágta jelenet, ez egy tulajdonképpen egy ilyen halálosan komoly vágta jelenet. Ez a Mazeppa kozák tisztnek a kivégzéséről szól, és én ezt akkor is tudtam, és próbáltam átélni a magam gyermeki lelkületét, hogy ez valami komoly dolog, ez a halállal kapcsolatos tusa, és ezért nyilvánvalóan ezt az ember nagyon szugerálja is magába előadásmódon. Te, és ebben a média világban, ahol ugye rád megy a kamera. Tehát óhatatlanul a nézők egy része, de én is nézem is a koncertet, tehát nem igaz, hogy nem. Tehát nekem a karmester mozdulata ugyanúgy fontos, mint a zenekarnak, mert ugyanúgy megértek belőle valószínűleg valamit, vagy elragad a személyisége, vagy sem. És ugyanúgy a mimika is, tehát hogy bizonyos szempontból a média világával, meg különösen szerintem a koncert egy valamennyire színház is. Persze, vizuális élmény. És nyilván vannak előnyös dolgok, meg nem előnyös dolgok. Hogy erre lehet-e tudatosan figyelni, vagy egyáltalán nem szabad. Tehát, hogy ugye Karaján csinos fiú volt, azt mindenki, hogy hú, a sármőr. És ennek nyilván vannak előnyös részei. Nem? Nyilvánvalóan teljesen egyértelmű, és szerintem nem kell konkrétan figyelni rá, nyilvánvalóan azért a megjelenés vagy az öltözet az számít egyértelmű, de a színpadon nem azért kell, jobban mondani, nem azzal kell kivívnunk a sikert, hogy milyen jól fésültek, vagy milyen jóképűek vagyunk. Ez csak esetleg plusz adalék ahhoz a minőséghez, amit mondjuk elvárunk magunktól, és próbálunk csinálni dolgokat. De hozzá kell tennem, hogy mondjuk Vlagyimir Horowitz idős korában hát minden volt, csak nem esztétikus, és mégis imádták. Tehát azt hiszem, hogy nem ettől múlik a dolog. Ugyanakkor visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy a vizuális élmény igenis befolyásoló tud lenni, és teljesen mindegy, hogy az szép mozdulat vagy nem szép mozdulat, szép arckifejezés vagy nem szép arckifejezés, igenis hat az emberekre, de csak és kizárólag akkor hat pozitívan, hogyha őszintén jön a művészből, és nem manírosan, és nem rá akarja aggatni a darabra, hogy az emberek lássák is, hogy ő mennyire szenved, és ott fog meghalni a színpadon. Igen, te egyszer mondtad is valahol, hogy először meghallgatod, és hogy csak utána nézed meg, hogy mert a mimikáját, hogy nehogy az legyen, hogy úgy adja el neked, hogy... Igen, hát egyértelműen a zene számít, és egyébként sokszor, sok nagy művésznél ez egy komplett élmény együtt, mert sokkal többet és ad. És lehet egyébként az is szép, ami, vagy az is nagyon erőteljes, mert úgy tudott Szakcsi Lakatos Béla, aki ugye időnként az az érzésem, neki is mondtam, hogy szeretkezik a hangszerével, de az mindennel együtt jár, ami esetleg nem szép látvány. Tehát, hogy baromira izzad, hogy így félrehúzza a száját, hogy nem tudom én mi, de az egész együtt mégis elementáris. Le kell vetkőzni a gátlásainkat, és mondom, ezekre nem lehet odafigyelni. Ha valakinél így
tud elérhetővé válni az, ami belül van, akkor tegye meg. Glenn Gould is hasonlóképpen furcsa dolgokat csinált a zongoránál, de ahogy ő játsza Bach Goldberg variációit, nem hogy ezt, hanem azt is megbocsátanánk neki, hogyha sokkal rosszabb dolgokat tett volna a zongorán. Sokáig miatta nem játszottál Bachot, hogy úgy te úgy se tudsz úgy. Igen, és azért ebben van is valami. Csak úgy halkan jegyzem meg, ez számomra Glenn Gould Bach játéka az abban az aspektusban, amit ő tudott hozzátenni, azon belül felülmúlhatatlan. De miért pont vele kapcsolatban volt gátlásod? Hát nyilván a többit sem játszottad kezdetben úgy, mint a legnagyobbak. Nyilvánvaló, nem. Itt inkább az a kérdés szerintem, hogy mi az, ami tehát őszinte. Tehát Mozartot miért könnyebb előbb játszani, mint Bachot? Nagyon egyszerű a megoldás. Mozartban sokkal több naivitás van a zenéjében, és a zongora technikájában viszont sokkal alkalmazhatóbb a kezdeti fázisban egy fejlődés során. Bach nem annyira bonyolult, mint Liszt, de ott vannak olyan többszólamú dolgok, amihez viszont meg kell érni zeneileg. Én úgy játszottam ezt a Mozart darabot azon az iskolai ünnepségen, amíg nem igazán tudtam pontosan kottát olvasni. Szóval Bachot, a 4-5 szólamú műveit, ahhoz minimálisan kell azért ismerni nem csak a notációt, hanem egyéb jelzéseket is, és esetleg a fugának és a több szólamúságnak a rejtelmeit. Az egy felsőbb kategóriába tartozó művészet. Na de amikor már 9 évesen felléptél, és akkor elkezdtek csoda gyerekként kezelni, az milyen volt? Tehát az jó, vagy van abban valami rémisztő, miközben tudom, hogy volt neked két tanárnőd, akik fogtak keményen. És nagyon sokat is köszönhetek nekik, igen. Nem veszélyeztetett soha az elszállás reménye, mert annyira fontosnak tartottam a saját magam fejlődését, és olyan célokat tűztem ki magam elé, mai napig egyébként olyan magasan van a léc számomra, nem mások várják el tőle, lehet, hogy mások is, de én magamtól olyan produkciót várok el, ami lehet, hogy soha nem is fogom tudni elérni, mindesetre ezen munkálkodom, és aki így gondolkodik, és így áll a művészethez, az sohasem tud eléggé megfelelni magának, ezáltal sosem fogja azt képzelni magáról, hogy ez most olyan produkció volt, amit a világon senki. Jó, de ezt 9 évesen nyilván nem gondolod így végig. Tehát akkor milyen volt? Akkor nyilván élvezted, hogy na, és mert hogy állítólag neked 9 éves korodban már egyik fellépés kezdett jönni a másik után. Ennek az volt az előzménye, hogy megnyertem, hát épp hogy 9 éves voltam, ha jól emlékszem, a Nyíregyházi Országos Zongora verseny első díját, amivel járt egy jó pár koncert, és akkor ott tényleg elindult. És ott egyébként felnőttek is, gondolom, rendesen. Ez egy korcsoportos verseny volt, de 13-4 éves korig, tehát szintén voltam a legfiatalabb, és ilyenkor egy-két hónap is számít, nem, hogy egy-két év. Igen. És megnyertem, és azzal járt pár koncert, hát nyilvánvalóan marhára élveztem. Hát annál jobb és szebb dolgot, hogy egy fiatal gyerek számára, akinek a zongora a mindene, és oda kerültem külföldre, és ott milyen érzés külföldön játszani. Ausztriában is játszottam, Németországban is, az utazás, alig vártam, hogy külföldi zongorát érintsek meg. Tehát ez egy teljesen más, egy mesebeli világ volt. De pontosan a tanáraimnak köszönhetem azt, hogy mindig is, meg valószínűleg magamnak is, hogy mindig is a minőség volt a fontos, és nem a mennyiség. Tehát nem azon aggódtam, hogy hány koncertem lesz, most ez furcsa 9 éves korra így vetíteni, hanem én mindig is azon izgultam, és rossz érzéssel töltött el egy koncert után egy olyan előadás, ami nekem nem felelt meg, és akkor én ennek a lelki betege lettem, hogy nem tudtam olyan produkciót nyújtani külföldön, amit szerettem volna. Az, hogy a közönségnek tetszett, az egy teljesen másik dolog. Régóta vár egy újabb Skype-oló. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Herkortné Enikő vagyok. Jó estét! Parancsoljam! Nagy tisztelője vagyunk a komoly zenének és a zongrának kifejezetten. Hát, próbáltunk utána nézni, hogy valami újat mondjunk, ne csak a zongora művész úr fellépéseit, hanem találtunk. Igen. Egy olyan információt, ami izgalmas lehet, na, hogy ő nagyon sokat foglalkozik az utánpótlás képzéssel, tehát hogy a hangszerek világa hangszerbemutatón próbálja bevonni a zongora bűvkörébe a gyerekeket, és hogy nem csak a hangszereket mutatja be, hanem más képzőművészettel vagy tánccal is próbálja kombinálni, egy kicsit ötvözni a komoly zenét más művészeti ágakkal, és ez nagyon szimpatikus.
Így van. Köszönöm szépen. Természetesen jár a két jegy a Vígszínházba vagy a Pestibe, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-ot. Mert hogy ezt... Én is köszönöm, viszont hallásra. Szóval, hogy... Hát ez így van, ahogy a... Mert hogy ez fontos. Mert hogy ugye kezd előregedni a klasszikus zenének a közönsége, és kellenek. Úgy illetve kell. Én hiszek a visszaszolgáltatásban, tehát én annyi minden jót, segítséget kaptam a tanáraimtól, közönségtől, emberektől, hogy én akkor megfogadtam, hogy ha lesz lehetőségem, kompetenciám, akkor én az első adandó pillanatban fogok segíteni, mert pontosan tudom jól, pontosan azért, mert fiatal vagyok, hogy mennyire nehéz elindulni, mennyire nehéz megtalálni az utat ebben a mai világban. Nagyon sok bóvli van, nagyon sok tévút van, ami nagyon csillogó. De nem biztos, hogy egy igazi tehetségnek erre kell rá kényszerülni. Igen, most hadd kérdezzek rá akkor ezekre a tehetségkutatókra, vagy áltehetségkutatókra, mikor melyik. Szóval, hogy erről mi a véleményed? Ugye te, amikor 9 évesen játszottál, és már elkezdtél koncertezni, nem lettél azért országosan ismert. Sőt, most azt kell, hogy mondjam neked, hogyha most kimennék az utcára, és megkérdezném, hogy ki az a Boros Misi, és ki az a Balázs János, miközben te már bejártad a világot, akkor jóval többen tudnák a Boros Misit, mint a Balázs Jánost. Szóval, hogy ez egy milyen helyzet, és mit gondolsz erről? Nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz kérdés, olyan szempontból, hogy a média segítsége az elengedhetetlen a mai világban. Egyébként hála Istennek ebben én sem panaszkodhatom, hiszen nagyon-nagyon sok meghívást kapok, és nagyon sok olyan projektem van, amit esetleg az emberek látnak is óriás plakátokon, ami egy kuriózum, hiszen klasszikus zenész nem mindig tud bekerülni ebbe a kategóriába. Ezek a tehetségkutatók nagyon jók, hiszen a tehetségeknek segítenek. Itt nem az a kérdés, hogy ezeknek van-e helyük itt a klasszikus zenei életben, az a kérdés, hogy utána mi lesz velük, hiszen nagyon sok tehetség van, nagyon sok tehetséget adnak, de hogy az a fázis, az a folyamat fázis, amivel a művész érlelődik, és Jancsikából János lesz zeneileg, az kérdés, és abban sem a média, sem az üzlet, sem a financiális megoldások nem segítenek. A hírességben igen, csak ugye, ahogy mondtam, hogy a minőség az nem adásvétel tárgya, és azt hiszem, hogy hosszú távon kifizetődőbb, ráadásul saját magunkkal szemben is, hogyha művészettel foglalkozunk, és művésznek tekintjük magunkat, vagy azzá akarunk válni, mégis egy olyan ősi igazságot keresünk ebben a világban, ami fontosabb annál, hogy hány ember ismer, és talán inkább az a fontos, hogy mit csinálunk azért, amit csinálunk. Szegény Schubert a könyvespolcnak írta a műveit, és most pedig az egész világ oda van, érte. De hogyha ő azt mondja, hogy hát mi a fenének írja ki, én senki nem játsza, nem is fizetnek érte, és nem vagyok híres, akkor most sokkal szegényebb lenne az egyetemes európai zenekultúra. Jó, világos. Na, és aztán 14 évesen téged már jól felvettek a Zene Akadémiára, ugye a különleges tehetségek osztályába, és ez azért úgy érdekes, hogy oda hogy meg, milyen alapon. De én tudom, hogy oda tulajdonképpen ugyanolyan rendes felvételi van. Igen. De ezt ugye ezt beadják a szülők, hogy megy a gyerek. Hát én erről már tudtam. Én erről már tudtam, és ez a különleges tehetségek osztálya, így hívják, elég populáris neve van, nagyon jól hangzik, és nagyon imponáló. Ez tulajdonképpen egyetemi képzésben részesíti a fiatal gyerekeket, 8 éves kortól be lehet kerülni egyébként. Én úgy gondolom, hogy ez nekem egy nagyon nagy lépcsőfok volt a szakmai előremenetelembe. Olyan egyszerű tényektől fakadóan, hogy olyan tanároktól tanultam, például mondjuk Keveházi Gyöngyitől, Falvai Sándortól, vagy Dráfi Kálmántól, akik azt a hihetetlen magas színvonalat képviselik, amit Liszt Ferenctől indíthatunk, Cifra Györgyön át, Dráfi Kálmán, Cifra György növendéke volt többek között. Tehát én első kézből kaptam a legfontosabb információkat. De hogy egy másik dolgot említsek, azon a lépcsőn, annál a büfénél ettem, ahol Kodály Zoltán, vagy ahol Bartók Béla fellépett, vagy ahol az összes nagy művész ott volt, és találkoztam egy Vásári Tamással, egy Kocsis Zoltánnal, egy Ránki Dezsővel, elmentek mellettem. Szóval ezek olyan impulzusok voltak nekem 13-14 éves koromban,
hogy egyértelmű volt számomra, hogy jó helyen vagyok. De figyelj, ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy az egyik, egyrészt tanulod a normál általános gimnáziumi anyagot, és közben meg már egyetemista is vagy. Ennél sokkal jobb a helyzet. Na. Magántanuló lettem, ja. Mert hogy délelőtt is voltak órák. Ugye, nem csak zongoraórák voltak az előkészítőben, hanem kamarazene, népzene, szolfés, zeneirodalom, zenetörténet, tehát elég sok óra volt, amelyek délelőtt voltak, az zongoraórák is délelőtt voltak. Ezért hát nyilván nagyon sajnáltam akkor, hogy nem kell bemennem kémia órára, vagy fizika órára, szörnyű érzés volt. Na jó, viccet félretéve, nyilvánvalóan ezek is fontosak, de ez egy nagy felmentés volt számomra. De neked számomra. Ez nem volt annyira nem fontos. Nem volt, igen. Egyébként rá kéne jönni az egész oktatásba, hogy személyre szabottan kéne. Tehát kár azt halálra nyúzni matekkal, aki hülye hozzá, és másba meg jó, és azzal foglalkozhatna elmélyültebben. Igen, talán ebben van igazság, bár erre van ez a magántanulói státusz, igen. Ami azt hiszem egy nagyon jó dolog, és egy nagyon áldott állapot volt számomra. Jó, hát akkor adjunk egy újabb Skype-ot. Jó estét! Jó estét kívánok! Varga Istvánné vagyok, szeretettel üdvözlöm Önöket. A zongoraművész úrral szeptemberben volt egy olyan jó másfél órás családbarát műsor, amiben nem csak ő családja, hanem a barátai is, meg hát a meghívott vendégek ott voltak, többek között. Igen? Ja, mert én... Halljuk, igen, csak mondom. Beszéljen. Igen? Igen. Többek között Ráfi Kálmán, a Zeneakadémia zongora tanszékének a vezetője, a művész úr zongora tanára. Aztán Dubrovszky László, Kossuth Díjas zeneszerző, akkor Lakatos Vilmos, golfbajnok, aztán egy borász is volt, egy nagyon jó műsor volt, a zongoraművész úr zongorázott, hát olyan élvezetesen játszott, hogy tényleg aki nézte, az is teljesen elmerült a zongora játékában. Arról is szó volt, hogy Horsnyánszkiné, ha jól mondom, Becht Erika volt az első zongoratanára, aki hát az első pillanatban észrevette a művész úr tehetségét, és hát nagyon támogatta őt. Meg hát, amit már azt hiszem már elmondtak, hogy 4 éves korában a zongora alatt ült, meg nagyon sok érdekes történetet. Köszönöm szépen! Sőt, valami indiai csirkét főztek, ha jól emlékszem. Na még igen, ez volt is. Olyan is, igen. Köszönöm szépen. Jár a két jegy Vixihez, Pesti Színház. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert, jó egészséget kívánok. És köszönjük a telefont, és értve Skype-ot, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-ot. Hú, most nagyon sok minden szóba került, hogy azért csak vannak barátaid, tehát a zongorán kívül azért valami létezik még számodra. Az ömét nyilván a zenészek és a zene teszik ki, de hát például ugye szóba került a golf, az egy új szerelem az életemben, nyilvánvalóan ez a nagyon stresszes, sok utazásra járó életet valamilyen szinten fel kell, hogy váltsa a sport, viszont azért nyilvánvalóan egy zongoraművészek nem a kosár, vagy nem a foci, az a sport, amit űzni elmerik. Mert hogy eltaknyolhatsz, ugye? Például, és a kezednek igen, annyi, igen, megsérülés, izé, és a többi. Elég fontos. És gondolom, akkor nem is síjálsz. Nem. Mert az sem. Nem, annak ellenére, hogy a feleségem nagyon szeret síelni, de én nem kockáztatom meg. De a golf az elég biztonságos ahhoz, hogy ne kelljen félnem. Ugyanakkor természetközeli, nagyon szuper maga a játék, elég hamar elsajátítható az a minimális tudás, amivel már akár versenyezni is lehette. Budapesten számos pálya van, és hát én a legjobbaktól tanulhatok, Lakatos Vilmos az egyik tanárom, és Jakobi László, akik hát fantasztikusan golfoznak. Jakobi László ugye koncertügynöksége. Van igen. Neki, tehát ő gondolom szervez is neked koncerteket. Igen, ő szervezi a híres zongorasorozatban most már az én szólóestemet itt Magyarországon, és hát ő vetette fel nekem egyébként, hogyha éppen nem a Zeneakadémia, hogy a MÜPÁ-ban csinálunk koncertet, akkor esetleg próbáljuk ki a golfot. Hát megszerettette velem, tényleg egy nagyon-nagyon ő ugye egyébként Vig Andreának, tehát a Zeneakadémia rektorának a férje. Igen, igen, tehát ez egy kulturális kör. És a borász?
Takler hogy András. Igen, tehát igen, egy igen. Meglehetősen nevet. Egy nagy név, egy nagy borászat, igen, és hát ők egy új barátság, viszont egy nagyon fontos barátság, és egy összefüggés van a Cifra Fesztivállal kapcsolatosan, hiszen majd ők egy bort fognak készíteni Cifra György emlékére, egy emlékbort, ami majd a fesztiválon lesz kóstolható. Aha. És most úgy próbálom elképzelni, hogy milyen lehet az a bor, ami egészen pontosan tudom. Cifra György egyéniségének megfelel. Na? A legfontosabb tényezője az a szirá. Amiben van egy virtuózitás, amiben van egy különlegesség. A szirá fajta ugye az egy kuriózum, egy nagyon nemes fajta és egy nagyon-nagyon patinás fajta, úgyhogy azt hiszem ezek a jelzők mint cifrára is illenek, de természetesen egy küvé lesz, tehát egy házasítás, úgyhogy nagyon sok egyéb dolog is lesz benne, de döntő százalékban a szirá fog uralkodni benne. Ugye én tudom azt, hogy te azért is imádtad annyira cifra játékát, mert hogy hihetetlen egyénisége volt, ami együtt is járt egyfajta szabálytalansággal is, tehát, hogy ő nem feltétlenül úgy játszotta, hogy az a kottában volt, hanem eltért tőle, hihetetlenül virtuóz volt, és hogy téged is ez vonz. Tehát, hogy azt gondolod, hogy a technika az csak a lélekből jöhet, tehát, hogy nem arra kell törekedni, hogy fú, mindent precízen eljátsz, mert az csak egy üres virtuózitás, hanem hogy elengeded magad aztán, bár egyébként azt hozzátetted, hogy amikor ugye, és ha jól számolom, 4 helyen nyertél ilyen nemzetközi zongoraversenyt, hogy ott viszont azért meg kell felelni bizonyos elvárásoknak, tehát hogyha nincs verseny, akkor tudod csak elengedni magad. Igen, Bartó Béla mondta, hogy a verseny az lovaknak való. Ja, aha. És ebben nagy igazságot mondott, tény és való. A mai világban is szükséges rossz a verseny, hiszen ott lehet olyan lehetőségekhez jutni, koncertekhez, hírnévhez, ahol esetleg észreveszik az embert. Ugyanakkor gondoljunk a másik oldalára is, mi művészek, hogy ha majd ott ülünk a zsűriben, és egyébként majd pont most lesz egy országos zongora verseny Cifra György emlékére, és én is a zsűriben ülök, pontozni kell, 1-től 25-ig. Kijön egy zongoraművész, eljátsza, beleadja a szívét, lelkét. Egyébként ez 1-től 25 az már olyan elég rendes dolog, mert az már egy viszonylag árnyaltságra. Árnyaltság, de mégiscsak végén kijön egy szám, és nem arról, tehát itt nincs helye tulajdonképpen beszélgetésnek, hogy de ő benne milyen érzelem volt. Tehát ez annyira egyéni elképzelésmód, furcsa hasonlat, és elnézést kérek mindenkitől, hogy esetleg éles váltás, de mindig az ételhez szoktam hasonlítani. Ugye a nagymama a kedvenc elkészített valamilyen hús étele, vagy az a bizonyos főzelék, amit nagyon-nagyon szeretünk, az lehet, hogy más számára ehetetlen. És vice versa. Na, egy kicsit ilyen a kulturális zenei fogyasztás is, hogy vannak zongoristák, akiket van, aki imád, és van, aki meg azt mondja, hogy egész egyszerűen ez nem tartozik a magas művészetbe. És ilyen szempontból megítélni valakit nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor én még mindig hiszek abban, hogy a tehetség utat tör magának, bármilyen sztereotípia is, hiszen tudunk olyan művészekről, akiket verseny segített, ahhoz, hogy hírnevesek legyenek megérdemelten, de tudunk olyanról is, aki nem nyert versenyt, és mégis ott van a zeneművészet palettáján. Na, annyit beszéltünk itt a Cifra Györgyről, hogy van egy felvételünk veled a Cifra Központból, Liszt D-moll etűd, vagy nem, ez nem ez a Strauss Két Dunakeringője, Cifra György átiratában. Összekeverek itt mindenfélét, de hát van, aki kijavítson, úgyhogy akkor adjuk azt. Egyébként ez a Cifra Központ, ez hol, meg mik történnek ott?
Ez Budafokon van. Budafokon lakott az 50-es években Cifra György, és hát nagyon nagy öröm számomra, hogy róla nevezték el ezt a új kulturális központot. Hát úgy, hogy már ezért évek óta van, de hát egy nagyon fontos részét képezi, azt hiszem, ott a budafoki társadalomnak is, remek koncerteket szerveznek ott. Most már visszajáró vendégként tulajdonképpen minden évben én tartok ott egy Cifra György megemlékezést zongora koncerttel. Idén is lesz, és idén a többek között Mocsári Károly is a koncert vendége lesz, és a Cifra György zongora verseny győztesei is, akiket hamarosan, jövő héten avatni fogunk. És hát ugye lesz a Cifra Fesztivál februárban. Igen, most már második alkalommal. Ott aztán mindenféle híresség, ugye? Nagyon nagy öröm számomra, hogy az első fesztivál úgy sikerült, sőt, jobban sikerült, mint ahogy mi azt vártuk. A MOM Kulturális Központban rendeztünk 4 koncertet, és nagyon hamar elfogyott minden jegy a nyilvános főpróbára is, ezért felbátorodván úgy döntöttünk, hogy most dupla annyi koncertet csinálunk, nem csak magyar művészeket hívunk, hanem külföldi sztár vendégeket, és nem csak a MOM Kulturális Központban, hanem a Zeneakadémián is tartunk hangversenyeket. Az, hogy két hihetetlen nagy klasszikus zenei világsztár elfogadta a felkérésünket, az is mutatja, hogy Cifra neve egy nagyon jó hívószó nemzetközileg, úgyhogy a török zongora zseni Fazil Say fog egy zongorestet adni, valamint Misha Majszki, aki hát egy nagyon-nagyon híres, idősebb generációhoz tartozó, de tulajdonképpen a világ 3 legnagyobb csellistái között emlegetik most. Ő fog játszani majd a Liszt Ferenc Kamara zenekarral, de hát a teljesség igénye nélkül Rost Andrea, Lajkó Félix, Jandó Jenő is fel fog lépni a fesztiválon, de már az emlegetett virtuózokból Boros Misit is meghívtuk, nagyon sok fiatal is fel fog lépni a fesztiválon. Ez egy fő mondani valója most az utánpótlás nevelés, illetve olyan dolgok, amelyek Cifra szellemiségét fogják felidézni és tovább vinni. Alakul egy kamara zenekar, Kála Jernő lesz a koncertmester, ami a Cifra Fesztivál kamara zenekarra lesz, és reményeink szerint az évek folyamán rezidens zenekarként fog működni. Most lesz a zongora verseny, de bocsánat, hogy sok mindent mondok itt kicsit darálva, de annyi mindent csinálunk, hogy szeretném ezt minél több helyen elmondani. Lesz díj, Cifra György, Cifra Fesztivál díj, illetve lesz Cifra Fesztivál életműdíj. Az életműdíjat nagy művészek fogják kapni, a díjat viszont fiatal művészek, és ezek tulajdonképpen anyagi, erkölcsi segítségek lesznek a fiatal művészetnek az indulásában. Régóta vár egy telefonál, köszönöm a türelmet, jó estét! Lehet, hogy nem is vár már, meg se várt minket. Hello? Igen, halljuk Önt, parancsoljon, jó estét! Kérem, jó estét kívánok, Hajdú Éva vagyok. Igen. Hallanak? Igen, halljuk. De kérem, köszönöm, hogy beszéljem. Bevallom őszintén, én semmit nem tudtam Balázs Jánosról, így aztán a weboldalán kutakodtam, ahol megnéztem a kisfilmjét, és egy nagyon tehetséges és rokonszemves fiatalember ismertem meg a személyében. Csak néhány gondolat, ami eszembe jut ebből a filmből. A legfiatalabb Liszt-díjast köszönhetjük a személyében, ha jól tudom. Vásári Tamás tehetségesebbnek titulálta, mint a példaképe Cifra György, illetve improvizatív koncertet adott és lemeze is jelent meg Lajkó Félix-el. Gratulálok! Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, és várunk, még 2 telefonra vagy Skype-ra lesz módunk. És Lajkó Félix-el van is egy bejátszásunk, előtte egy picit beszéljünk róla. Ugye azt én tudom, hogy ti Kínában ismerkedtetek össze, és akkor te képviselted ott a klasszikust, ő a világzenét, és rögtön összehavarkodtatok, de egy évig nem csináltok semmit közösen, azon kívül, hogy szinte naponta dumáltatok telefonon, meg minden volt, és egyszerre csak egymásra szabadultatok. Igen, 2 annyira más zenét képviseltünk, hogy el se tudtuk képzelni, még tudat alatt sem talán, hogy ez hol tud találkozni, és egyébként a szó nemes értelmében nem is a 2 zene találkozott egymással, hanem egy harmadik alakult ki, ami nyilvánvalóan a klasszikus zene és a világzene, meg egy kicsit a népek zenét, egy kicsit a jazz is lehet benne érezni, de semmi sem van benne 100%-ig, és mindenből van egy kicsi, és van egy improvizatív jellege az egésznek. De hát erre nem gondoltunk, és tényleg a véletlen, vagy hát én azt szoktam mondani egyébként, hogy a véletlen az Isten fedőneve. Én hiszek ezekben a találkozásokban, és hiszek abban is, hogy mindennek a maga idejében kell megtörténnie.
feljött hozzám a Félix, és kicsit beszélgettünk, és így nagyon sok időnk volt, amíg el kellett válnunk, mert ő ment tovább koncertre, és nekem később lett dolgom, és ott volt a hangszere. És egy ilyen teljesen egyértelmű módon, hát egy kicsit, mondjuk azt, hogy szoktunk mondani, hogy hülyéskedjünk egy kicsit, és vegyük elő a hangszert, aztán majd jókat fogunk nevetni. Aztán azon vettük észre magunkat, hogy játszunk, és működik. És hát aztán ezt észrevette Horváth László is, Félix menedzsere, a Fonó Budai Ház vezetője, aki egyébként egy fantasztikus valaki olyan szempontból, hogy az új dolgokat nagyon jól megérzi, és nagyon sok lehetőséget ad bemutatkozásra, és hát nem kisebb helyen debütáltunk, mint a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Zeneakadémia nagy termében. Ez volt az első nagyobb szabású koncertünk, és ami számunkra is meglepetés volt a Félixszel, hogy a közönség nem hogy szereti, hanem teljesen más élményeket tud megélni a közös koncertjeink alkalmával, mint mondjuk csak egyedül a Félixszel, vagy csak egyedül velem. És ez nekünk is egy ilyen kis sziget, és jó érzés arra a szigetre ellátogatni, és egy kicsit a kettőnk közös zenei gondolatát megosztani egymással. És ez igaz, hogy úgy készült ez a lemez, hogy két napig beköltöztetek a stúdióba, ott aludtatok, ott kajáltatok, ott izé, följátszottatok vagy 10 órát, ami jött belőletek, és aztán utána abból kiválasztottátok. Ez pontosan ami így. Tetszett. Ez így is működik, hiszen ugye ez nem leírt zene, nem teljesítünk, és ez nagyon fontos egyébként a hangulat. És az, hogy össze voltunk zárva, persze ezt mi akartuk így, ezáltal sokkal jobban egy hullámhosszra keveredtünk, és volt, hogy hajnali 1-kor, vagy hajnali 3-kor, innen is nagy köszönet a hangmérnöknek és a stúdiómunkásoknak. Igen, ezt akartam mondani, hogy szegény technikus. Együtt éltek velünk, akkor volt kedvünk, és hát valami eszünkbe jutott, és bementünk a stúdióba, és folytattuk a felvételt, és hát azt hiszem, hogy így sikerült valami újat, vagy valami, legalábbis valami egyénit ezekre erre a lemezre felrögzíteni. És hát fájt a szívünk a többiért, ami nem fért rá, de megvan, úgyhogy majd még tervezünk további lemezeket is. Na, akkor lessünk bele a Lajkó Félixszel készült, tehát akkor ez improvizációs felvételbe. Hát akkor ez ennyi, és ahogy látom, van telefonunk, akkor adjuk most be, ne várassuk. Jó estét! Halló! Igen, halljuk Önt! Halló, jó estét! Jó estét! Kérem, hogy beszéljen! Én beszélek, csak olyan rossz a vonal, nem lehet érzékelni, hogy hallanak engem. De halljuk Jó, Önt. Kata vagyok, üdvözlöm Önöket! Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a tehetséges fiatalembert élőben én még nem hallottam, a YouTube-ról viszont Chopin Mozartot hallottam játszani. Tudom, hogy a Pécsi Liszt társaság örökös tagja. Igen. Majd mindjárt megkérdezem, hogy ez hogy lett. Igen, ezt én sem tudom. Azt is tudom, egy interjút olvastam vele, talán a 2012-es versenygyőzelme után egy körútján elmesélte, hogy a német nyelvterületet jobban szereti bármelyiknél, mert hogy ott profi közönséggel találkozik. És hát azt is onnan tudom, hogy Salvador Dali a kedvenc művésze. Köszönöm szépen, természetesen. Egy kérdésem hadd legyen, igen? Nagyon gyors leszek, hogy látom a versenyeit, hogy tulajdonképpen 2005-ig nagyon sokat versenyzett, utána volt egy pauza 2011-ig, hogy ez felkészülés időszak volt, vagy minek köszönhető. És köszönöm, el is köszönöm. Én is köszönöm, viszont hallásra. Jár a két jegy, és még egy telefont vagy Skype-ot várunk, igen. Hú, röviden válaszolva, igen, én nem szeretem a versenyeket. Tehát, és 2005-ben ugye tényleg volt egy verseny,
és 2011-ben volt egy Liszt verseny, amire úgy éreztem, hogy arra el szeretnék menni, mert Lisztet azért valamilyen szinten... És most már kinőttél a versenyekből, mert az a fiatalok műfaja. Most már nincs rá szükségem, igen, de alapvetően én is egy szükséges rossznak élem meg, hiszen tényleg nem hiszem, hogy számokban lehetne kifejezni egy zenei teljesítményt. De egyébként itt ingattad egy kicsit a kezed, hogy a német nyelvterületet szereted, hát a magyar után. Mert azért a magyar közönség szeretete itt az elmúlt években az számomra egy olyan megrendítő élmény minden egyes koncerten, hogy az valami egészen elképesztő, és a hálám a sírig üldözni fogja őket, mert erőt ad. De nyilván van, ahogy máshogy veszik. Tehát ugye ebben az interjúban például mondott te azt, hogy Portugália volt neked, ha jól emlékszem, a meglepetés, mert azt gondoltad, hogy nem fogja, és hogy egy nagyon értő, nagyot. Igen. De nyilván máshogy kell játszani a németeknél, mint most hasalok, nem tudom, hogy voltál ott Dél-Afrikában, nem? Tehát melyik volt a legextrább hely, ahol voltál? És ahol... Ennél egy kicsit okosabb vagyok olyan szempontból, hogy nem máshogy játszom a darabokat, hanem megnézem, hogy mit játszok. Aha. Hiszen mondjuk még Magyarországon egy Liszt est az nem, hogy megállja a helyét, hanem nagyon nagy sikere van, és megveszik a jegyet előre, és még mondjuk azt se tudják, hogy milyen lesz. Németországban, hogyha egy Liszt estet adnék, azt hiszem, az nem biztos, hogy érdekelni az embereket, de ha kiírom, hogy Beethoven, akkor arra jönnek. Na most nyilván itt Magyarországon is, de megvan azért ez a különbség. És vagyok New Yorkban, mire velük? Vagy Japánba? Na hát ott például nagyon sok kortársra például. A kortárs zené, Amerikában és Ázsiában a kortárs nagyon-nagyon szeretem. Tehát nem szeretem. Az van, mint nálunk, hogy itt hogy pedig annyira nem. Igen. Meg. Tehát, hogy azért itt a műsorpolitika az egy nagyon befolyásoló tényezés, hogyha megnézzük a nagy sztároknak, zongoraművész sztároknak a naptárját, hogy hol mit játszanak, hát nem véletlenül változtatják. De figyelj, mondjuk például Kínába, ott ugyanúgy megy a Beethoven, vagy a Bartók is elcsúszik, vagy azért... De Bartók jobban. Tényleg? Hogyne? Bartókot imádják. Ligetit, Kurtágot, hogyne? Tehát minden, ami más, mint a megszokott, azt ők nagyon-nagyon szeretik, és az avantgárdot nagyon-nagyon szeretik. És Japánban, ami ugye egy nagyon tradicionális hely. Ugyanez, tehát Ázsia unblock alapvetően, azt hiszem, hogy inkább a kortár zene és a 20. század zenéje az, amit nagyon-nagyon szeretik. Miközben ugye azt mondják, hogy Japánban sokkal jobban alkalmazzák a Kodály módszert, mint nálunk. És kötelező Petőfit tanulniuk, Petőfi szobrot avattak nemrég. Petőfit tanulni igen, kötelező. Szabadság, szerelem, igen, ez kötelező. És Petőfi szobrot avattak. Hát ez az jó kérdés, de azt hiszem ez iránymutató, és azt hiszem iriglésre méltó. Hogy ennyire odafigyelnek európai kultúrára. Rásul megtalálták az egyik legszebb verset, számomra mondjuk ez, de alapvetően Petőfi irodalma, azt hiszem, hogy egy fantasztikus életmű. Tehát, hogy nagyon érdeklődőek, és ez a klasszikus zenében is így van. Most már kinevelődött egy olyan generáció, akik jöttek Európába, felszívták az összes jó tanártól a mondani volt, és ezt most már továbbadják. És nem véletlen, hogy manapság a nagy zenei versenyeknek a 99%-át szinte ázsiai nyeri. Hiszen rettentően jól zongoráznak. Nem feltétlenül érzelemdúsan, és nem feltétlenül maradnak meg közönség kedvencnek, de hogy beleköthetetlen valamilyen szinten, ezt el tudják intézni, mert tehetségük van, szorgalmuk az végtelen. Én mindig azt szoktam mondani, rossz matek például, hogy 24 órából 25-öt gyakorolnak. Tehát egészen elképesztő a munkamorájuk. És a legjobbaktól tanulnak. Nekünk csak annyi előnyünk van, hogy nekünk van olyan tradíciónk, van olyan lelkületünk, hogy nekünk ez a sajátunk, tehát nem idegenként kell befogadnunk, hanem azért egy magyar lejtés, egy magyar zenének a befejezése, az utolsó dolga, az a fajta hegyes ritmus, az a Kodály. És ezt nem kell megmondani, hogy hol van a súly mondjuk, vagy hogy jó napot, és ez a zenében is megmutatkozik. De megtanulják. Na de itthon miért nem használják, vagy alig használják? Azt hiszem, hogy itt inkább az a kérdés, hogy a klasszikus zene, mint olyan, miért nincs annyira előtérre, mint régen, és ehhez egész egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy átformálódott a zene fogalma, az igényes zene fogalma, és igazából manapság azt hiszik, hogy az az igényes zene és az a jó zene, amit a legtöbben hallgatnak, a legtöbbet látni, vagy a legnagyobb sikere van és csillog. De ez nem így van. Régen a közvéleménynek egy Kocsis Zoltán és egy Kovács Dénes volt a művész, akit ismertek, azt hiszem mostanában ez abszolút nem így van, és ennek befolyásoló tényezője a média, ami nem mondom, hogy nem ad teret a klasszikus zenének, de sokkal többet ad az olyan zenének, amit nem feltétlenül kellene ott megmutatni.
Adjuk a mai utolsó telefont. Jó estét! Szép jó estét kívánok! Az én kérdésem pont ide vágna. Hello, most valamit hallunk. Vagy nem? Szép jó estét! Szép jó estét! Jó estét! Az én kérdésem még pont ide vágna ehhez a részhez, hogy ilyen fiatalon az egész világot is sikerült bejárnia, és hogy ez hogy történt, pártfogó segítségével? Van esetleg ezek meghívások, esetleg minden korta? Igen, ezek a versenyeknek köszönhetőek, amit mondtam is, hogy szükséges rossz. Na hát ezért szükséges rossz, hiszen egy verseny első díjával nem csak az első díja járó oklevél és akár valami pénzdíjazás jár, hanem számos koncertnek kíván, és először ugye el kell érni. Elköszönöm, uram, jár a két jegy, és akkor elmondja, mert nagyon berezgünk, úgyhogy, és ez nem jó, hadd válaszoljon rezgés nélkül, jó? Igen. Viszontlátásra. Az első díj elnyerése után számos koncert megkívást is kap a díjazott, de tényleg sokat, tehát mondjuk 30-40-50 koncertet is akár. És hogyha ezeket az ember jól meg tudja csinálni, és olyan színvonalat tud nyújtani, akkor visszahívásokat is kap. És tulajdonképpen ez egy évekre szóló mókuskerék, hogy játszunk ugyanazon a fesztiválon, visszahívásokat kapunk. És minél több verseny van, annál több lehetőség, annál több helyen lehet megmutatkozni, és ezek egymásra épülnek. Tehát igazából nem egy ember befolyásolta ezt, vagy nem bizonyos körök, hanem igazából a versenyek, ahol felajánlások érkeznek be, még nem tudják, hogy ki fogja megnyerni, de az első díjast meghívják. Mi a legtávolabbi időpont a naptáradba, ami már be van töltve? Hát 2018. 2018? Már telik, elég, igen. Uh-huh. Tehát a jövő évi koncertek azok fixek. Tehát a 2017 az már dugig. Még egy-két koncert belefér nyilvánvalóan, de hogyha annyi marad, amennyi most van, akkor is lesz szép elég dolgom. Még egy dolgon nem beszéltünk, és nagyon gyorsan, mert már alig van időnk, hogy ugye a Schneidberger központban te tanítasz tehetséges roma fiatalokat, és ingyen, mert ez neked amúgy is ez a mániád, mert Liszt is ezt csinálta, hogy tanítani csak ingyen lehet pénzére áll, nem? Tehát, hogy és ezt nagyon fontosnak tartod. Igen, azt hiszem ez a visszaszolgáltatás szó a legjobb, amit már ugye mondtam neked, hogy segíteni. Nekem annak idején, amikor én olyan fiatal voltam, mint most a központban a diákok, Vásári Tamás segített önzetlenül, vagy Dráfi Kálmán, vagy Bogányi Gergely, aki annak idején meghallgatott, és kellő tanácsokkal látott el, és úgy érzem, hogy ha most nekem van erre lehetőségem, akkor segítsek. Ugye a Schneidberger Ferenc által megálmodott intézmény, ráadásul hátrányos helyzetű roma fiataloknak ad tulajdonképpen életpályamodellt, és hadd büszkélkedjek, hogy nekem már 5 vagy 6 növendékemet vették fel azóta a Zeneakadémiára, ami nekik egy hatalmas nagy előremenettel az egyéni életükben, ahonnan ők jöttek. De ide kell sorolnom a már egy betelefonáló által említett Hangszerek világa hangszerbemutató koncertet, és azt 3 éveseknek tartom. Oda jönnek a zongorám köré, és mesélek nekik a klasszikus zenéről, előmozgatva azt, hogy 20-30 év múlva is legyen közönség a klasszikus zenének, már majdnem 10 000 ember volt ezen, 10 000 gyerek, hát kis ember, mondjuk így, vett részt ezeken a koncerteken, amit nagyon-nagyon szeretek, és szívügyem, és ingyen és bérmentve bárki látogathatja. De ez fontos, ennélkül nem lehet, azt hiszem, egy művésznek teljes művészi életet élni. És nagyon örülök, hogy egyébként sokan csinálják, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy sokan úgy gondolják, hogy tennünk kell. Nagyon sok gyerek van, nagyon sok gyereknek kell megmutatni, hogy mi az a klasszikus zene, hogy aztán az élete későbbi periódusában ezt tudja használni, hiszen ez előmozgatja a kreativitást, a szociális érzékenységet, egy csomó olyan dolgot, amit ha teljesen más szakmába fog tanulni, akkor is használt fogja venni. És sajnos nem biztos, hogy máshonnan ezt meg fogja kapni. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, ma van 26-a, akkor az azt hiszem 2-a, de már november, tehát november 2-a, szerda este 9-től is lesz Bóta Café. És úgy alakult, hogy egyáltalán nem megyünk messze a zenétől, mert Kocsák Tibor lesz a vendég, akik tudják, jó néhány musicalnek a szerzője, tehát a Légy jó, mint haláliktól az Anna Kareninaig, és most ugye új produkciója a Lady Budapest az Operettszínházban, és hát karmesterként is abszolút ismert, tehát a Madách Színházban
a legnagyobb musicaleket szokta ő vezényelni, és szinte nagyon energikusan, izgalmasan tud beszélni a szakmájáról, meg a világ dolgairól. Tehát akkor egy hét múlva, azaz november 2-án szerda este Kocsák Tiborral várom önöket, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, na, hogy lesznek ajándékszínházjegyénk is, de azért még Balázs Jánossal megnézhetnek egy részletet a Müppabeli koncertjéből, most nem szabad eltolnom, tehát Liszt nagy kromatikus galoppjából látnak egy részt, és a végén egy jókora ovációt. Viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.